videó felvételt készítek erről a gyönyörű szép, nagyon komoly hangzású GBC mini-IP-ről. Ami tudni kell róla, RDS rádió van benne, MP3, VMA, WAV, akkor ezen kívül még DVD lejátszó is. Hát a DVD lejátszót az nem biztos, hogy sokan használják majd benne, vagy egyáltalán használják majd benne, de a DivX-es DVD-től kezdve mindent visz. USB-ről is lejátsza a filmet is, meg a zenét is. Ezen kívül eredeti távirányítójával adom. Mindent kezel rajta. Elindítom a CD-t. USB. Hoppá, nem úgy. Tuner. A készülékről minden funkciót el lehet indítani. Megpróbálom, hogyha elindítottam a CD-t, akkor utána már kezelje. Mert lehet, hogy az az egy gomb, az meg van rajta hibásodva, vagy nem tudom. Igen, mert már a számokat tépteti például. Csak a funkció gombbal van valami probléma ezek szerint. Külön lehet állítani magas, mély hangot, mint látjuk. Itt lehet a basszus. Van rajta fair muting. Halkítja, hangosítja. Megmutatom, hogy milyen állapotú lemez van benne, hogy lássuk, hogy a készüléknek az optikája az 100%-os. Egy rendkívül direkt tesztlemeznek használom, rendkívül agyonkártos lemez. Sajnos beesett az autóba a szőnyeg alá, és egy egész nyarat ott szenvedett. És amikor a téli szőnyegre, gumiszőnyegre átcseréltem a szőnyeget, akkor találtam meg a lemezemet. De, mint mondom, tökéletesen a agyonkártos lemezt is hiba nélkül rögtön beolvassa és elkezdi játszani. Arra, hogy ütögettem, lehet hallani, hogy ütögettem, de azt is bírja. Addig kapcsolok át a számok között, mert ha ismert zenei anyag van, akkor a YouTube-ban hangot letiltja. A hangfalai nem az eredetiek, de sokkal jobbak, mint az eredeti. Vadonatúj állapotúak, mind a kettőnek a szövete, a fülek, minden teljesen épek rajta. És hangzásában is a másikhoz képest, a pici hangfalaihoz képest egy nagyon komoly hangú készüléket kaptunk ki ezáltal. Megpróbálok olyan zenét keresni, amiben van egy kis dinamika. Rakok be inkább egy másik lemezt, amivel meg tudjuk a hangját is hallani, hogy tényleg a hangzása is teljesen rendben van a készüléknek. Valamiért a CD gombra nem reagál. Más minden funkcióra reagál. Mondom, a magas hang, mély hangtól kezdve mindent tudok állítani rajta. Léptetek mondjuk a 7-es számra. Ez a pici vacskakurát, ahogy az van. Nagyon szép.
szép hangja van. Hát köszönöm szépen, hogy megtekintetted videófelvételem. Amit még tudni kell a készülékről, hogy van AUX bemenete is, szóval laptopodat, számítógépedet, televíziódat, DVD-det, nagyon sok más audio eszközt ki lehet rajta hangosítani. Telefon kihangosítására is volt használva, úgyhogy az is működik rajta. Még egy picit körbe viszem, hogy lehessen látni, hogy a hangfalak is újszerű szép állapotúak. A készüléknek a teteje sem karcos. A készüléken van még aktív subwoofer láda kimenet is. Megfordítom, hogy jobban lehessen látni. Így néz ki a hátulja. Hát köszönöm még egyszer, hogy megtekintetted videófelvételem. Sok szép órát, zenehallgatást, esetleges filmnézést kívánok a készülékhez. Az MP3 zenét is simán viszi.